Pablo Picasso egyik képe előtt állunk. A címe az, hogy Matador és Meztelen nő. Ez a Ludwig Múzeum gyűjteményének egyik legjelentősebb műve. 3 Picasso festményt és 8 kerámia tányért láthatunk itt a kiállításon. Ezek mind eredeti Picasso művek. És érdekessége a 3 festménynek, azon kívül, hogy Picasso készítette őket, az, hogy ezek Picasso kései korszakában készültek, több mint 90 éves volt, amikor ezeket festette, de hát láthatjuk, hogy az alkotó kedve, energiája, az mit sem változott 90 éves kora után sem. A képeknek talán érdekessége lehet az is, így még az elején, hogy Picasso szerette saját maga megvásárolni a képek kereteit. Úgyhogy a keretek, amelyeket itt láthatunk ezeken a képeken, szintén nagyon izgalmasak és egyediek. A kép, ami előtt állunk, a Matador és a Meztelen nő, olyan szempontból is érdekes, hogy nagyon jól mutatja azt a fajta világot, amit Picasso ebben az időszakban belecsempészett, ha lehet így mondani, a képeibe. Picasso kései képeinek némelyikén felfedezhetjük a már kisé idősödő, illetve néhol magányosnak tűnő művész alakját. Ez természetesen onnan látható, hogy felfedezhető Picasso saját maga is ezeken a képeken, a férfi alakoknak a figurájában. Ezen a képen, a Matador és Meztelen nő című képen érhető tetten talán a magánya leginkább, ami érdekes lehet, hiszen ketten vannak a képen, de pont ez a lényeg. Ugye láthatjuk a felöltözött, felfegyverkezett, erős férfit, aki védelmezi, öleli a ruhátlan, sebezhető és védelemre szoruló nőt, átkarolja a kezével. Na most ez egy érdekes dolog, mert hogyha ránézzünk újra a képre, hirtelen felfedezhetjük azt, hogy a egyik kéz, ami ott látható, az rózsaszín, a másik kéz az meg fehér, tehát nem ugyanaz a két kéznek a színe, és akkor döbbenünk rá, hogy bizony az a kéz, ami a meztelen nőnek a vállán van, az nem a matadornak a keze, hanem a nőnek a saját keze. Tehát ő tulajdonképpen önmagát öleli, és talán saját magát védelmezi a férfi mellett. Tehát ezen a képen ketten vannak együtt, de mégis magányosan mindketten. És hogyha egy kicsit ezen elgondolkodunk, akkor világossá válik, hogy a kép közepén már látható is a zöld színű kéz, ami a kardot tartja. Úgyhogy ez a kép nagyon jó példája annak, hogy nem csak Picasso, de nagyon sok esetben a kortárs művészet tele van rejtvényekkel és titkokkal, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogyha kortárs művészetet szemlél, kortárs művészeti munkákat szemlél, akkor érdemes mindig újra megnézni a képet, másodjára is közelebb lépni, és mindig felfedezhetünk valami titkot, valami újat, és akkor esetleg felsejlik a képnek a rejtett jelentése. Köszönöm a figyelmet!